Köszöntöm a nézőket, már is mutatjuk, mi mindenről lesz szó a mai napszemlében. A földutak karbantartása érdekében vásárolt útengert az önkormányzat. Beindult az élet az EMI tábor minden szegletében, színes programból válogathatnak a táborlakók. Egykori B és C ligás játékosok térnek vissza a gyergyói Gyepre, és az utánpótlás csapatok is megmérkőznek a foci ünnepen. Úthengert vásárolt a helyi önkormányzat, hogy gördülékenyebb legyen a város földútjainak karbantartása. A korábban megvásárolt földgyalúval együtt használják majd az új munkagépet. Korábban hosszas folyamat előzte meg a földutak javítását, mivel valamely céggel kellett szerződést kötnie a munka elvégzésére a városvezetésnek, vagy bérelnie kellett a szükséges gépeket. Most mindez egyszerűbben kivitelezhető, ugyanis gépeket vásárolt e célra az önkormányzat. Örömünkre szolgál bejelenteni azt, hogy az eszközvásárlási programunk az idén is folytatódott. A tavaly megvásárolt útgyalú mellé most egy úthengert is vásároltunk. Most van a tesztüzemben, és úgy néz ki, hogy napokon belül most már elkezdheti a munkálatokat a város föld is kövezett útjain. Igyekeztünk egy olyan gépet vásárolni, amely megítélésünk szerint annak ellenére, hogy használt, de jó állapotban van, és terveink szerint sok évek keresztül fogja majd szolgálni a város lakóit és utcáit. A földgyalut már használták, az úthengert pedig most tesztelik, és hamarosan munkába áll a város földútjain és a mezei utakon. A tesztüzem lejártával minél hamarabb napokon belül azt szeretnénk, hogy akkor most már egységesen teljes gépparkot felvonultatva úthenger, útgyalú, vagyis autogréder, ahogy hétköznapi nyelven fogalmazunk, valamint a burdeszkavátorunk és a szállító traktorjaink elindulnak a város földutcáin, és elsősorban a város belterületén levő kövezett és makadám útjait fogják megjavítani, majd ezt követően a sorra fognak kerülni a mezei utak is, és ennek az ütemtervnek a véglegesítésekor akkor ezt nyilvánosságra is fogjuk hozni, és majd az alpolgármester úr is fog számolni. A városvezetés terve az, hogy folyamatosan javítani fogják a földutakat, és így nem mennek majd annyira tönkre, hogy nagyobb beavatkozásra legyen szükség. Újra a szokásos program szerint lehet vért adni Hargita megyében jövő héttől. A nyári szabadságolások és a személyzet hiány miatt, ugyanis július vége óta csak a megyeközpontban tudták fogadni a véradókat. A Hargita megyei vérközpont csíkszeredai székhelyén továbbra is minden munkanapon lehet vért adni, jövő kedden pedig már a Székelyudvarhelyi Kórház transzfúziós részlegén is a szokásos program szerint fogadják a véradókat, és Gyergyószentmiklóson a régi poliklinika épületében is lesz véradás szerdán a szokásos program szerint. Beindult az élet az EMI tábor minden szegletében. A táborlakók nem unatkoznak napközben sem, este pedig koncerteken szórakoznak. Minden sátorban elkezdődtek a programok az EMI táborban a szerdai megnyitó után. A hagyományőrző téren kézműves tevékenységekkel ismerkedhetnek meg a táborozók és az odalátogatók. Népi mesterségekbe, hadi bemutatókba is bepillantást nyerhetnek. A gyerekek szórakoztatásával külön sátorban foglalkoznak. Minden nap más-más témaköré szervezik a foglalkozásokat. Többféle tevékenységet is kipróbálhatnak a gyerekek, amíg szüleik az előadásokon vesznek részt. Csütörtökön délelőtt a Nemzeti Régiókért indított polgári kezdeményezést ismertette Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke. Brassó, Szebe és Fehér megyének a gazdasági teljesítménye az annyival haladja meg az uniós átlagot, hogy még annak a Székelyföldnek, tehát a régiónak, a középfejlesztési régiónak az átlagát az uniós átlag fölé nyomja. És innen tovább az Európai Bizottság számára nem létezik, szabad kezet kapnak, azt csinálnak azon belül, amit akarnak, tehát folytatódhat. Uniós pénzek, úgyhogy uniós pénzeket kap a középfejlesztési régió, és ezen belül folytatódhat Székelyföld elszegényítése. Mert ilyen szempontból nincs visszacsatolás a bizottság felé, nincs visszacsatolás a kohéziós politikában, a fejlesztési politikában. Tehát ezért volt fontos,
egy európai polgári kezdeményezést indítani, abból a megfontolásból, hogy a lisszaboni szerződésbe úgy kerül be az európai polgári kezdeményezés, hogy 1 millió uniós polgár, ha úgy érzi, ha úgy gondolja, hogy valamilyen uniós politika, az unióról szóló szerződések valamely pontja nem hajtható végre, vagy csak korlátozottan hajtható végre, akkor kezdeményezhet egy uniós jogi aktust, hogy ezt a hiányosságot kiigazítsa. Meggyőződésünk, hogy az Európai Unió kohéziós politikája a középregióban megbukott, nem hajtható végre, és rendkívül fontos és szükséges. Aki inkább lazítani szeretne napközben, annak a szögletsátorban kínálnak szórakozási lehetőséget. Különböző ügyességi játékok, bajnokságok zajlanak itt reggeltől estig, és könyvturi is működik, ahol könyveket lehet csereberélni vagy vásárolni. Este buli helyszínné változik a sátor, a szabadtéri koncertek után itt reggelig folytatódik a mulatozás. Mint mindig, most is az esti koncertek iránt a legnagyobb az érdeklődés, ezekre sokan eljönnek olyanok is, akik egyéb programokon nem vesznek részt. Szerdán a No Sugar koncertjével kezdődött el a nagy színpad programja, a helyi zenekar most is fergeteges koncertet adott. Majd a magyarországi Ród lépett a színpadra, látványelemekkel bőven megtűzdett koncerttel varázsolt el a közönséget. Politikai szövetséget köt a Liberálisok és Demokraták Szövetsége is a Viktor Ponta vezette pró-Románia párt, jelentette be ma Călin Popescu Tăriceanu, a Liberálisok és Demokraták Szövetségének elnöke. Hozzátette, a két alakulatnak közös parlamenti frakciója lesz, ami ezzel szerinte a harmadik politikai erőt fogja képviselni a parlamentben, a Szociáldemokrata párt, valamint a Nemzeti Liberális párt után. Nagyon sokat haladtak előre a két alakulat közös jövőjét illető projekt megbeszélésein, döntés azonban még nem született, jelentette ki Viktor Ponta, a pró-Románia pártelnöke, a Liberálisok és Demokraták Szövetségével való tárgyalásokra utalva. Felszentelték a moldvai katolikus egyházmegyét irányító Jászvásári püspökség megyés püspökének Josif Paulecet, aki eddig a bukovinai főesperesség főesperese és a szucsávai Nepomuki Szent János egyházközség plébánosa volt. Az új püspöktől az anyanyelvű misézés lehetőségének az engedélyezését várják a csángóhívek. Ferenc pápa a korábbi püspök Petru Gergely nyugdíjba vonulását követően nevezte ki az új főpásztort, akinek a beiktatásán részt vettek az erdélyi és a párciumi magyar többségű egyházmegyék püspökei is. Gisztor Tinka néprajzkutató, a moldvai magyar nyelvű miség bevezetéséért évtizedek óta küzdő Pusztinai Szent István Egyesület elnöke az MTI-nek elmondta, azt remélik, hogy az új püspök meghallgatja kérésüket és engedélyezi a heti egy magyar nyelvű misét azokban a csángó falvakban, ahol igény van erre. Gisztor Tinka megjegyezte, ezzel a gondolattal vett részt a püspök beiktatásán, és ezért fog kihallgatást kérni az ősz folyamán az egyházmegye új vezetőjétől. A Szent István Egyesület kijelentette, korán sem oldotta meg a moldvai csángók magyar misézésének a kérdését az a havi egy mise, amelyet Petru Gergel püspök Bákóban engedélyezett Ferenc pápa júniusi romániai látogatása előtt, bár az első magyar nyelvű bákói misén Nyisztor Tinka örömét fejezte ki. Hogy mi is megtarthatjuk a nyelvünket, megérőjezzük, 28 évet bodorgottunk, még csak Vatikánban is voltunk.
annyira megengedték most, akkor most nagyon örülünk ki ma. A Jászvásári püspökséghez tartozó 8 moldvai megyében 206 ezer római katolikus hívet tartanak számon. Kutatók 30-40 ezerre becsülik azoknak a moldvai katolikusoknak a számát, akik még beszélik a magyar nyelv valamely nyelvjárását. Nyisztor Tinka úgy vélte, az új püspök ugyan olyan vidékről származik, ahol a római katolikus vallásúak rég elvesztették a magyar anyanyelvüket, a papoknak egy új generációjához tartozik, ezért kedvező viszonyulásra számítanak részéről. Hozzátette, az is bizakodásra ad okot, hogy a püspök Bukovinában egy olyan régió főespereseként szolgált, amely egykor az osztrák-magyar monarchia részeként sok nemzetiségű térség volt, és ennek maradványaként a többnyelvűséggel a jelenben is találkozhatott. Az Afrikáért Alapítvány kongói származású elnöke Franz Mutombo, aki több mint 22 évet élt Magyarországon, visszatért hazájába, hogy a szervezet által segítsen rászoruló honfitársain. A mostani misszióhoz csatlakozott városunk szülötte Vas Kinga, hogy segítsen egy 10 fős család részére épülő ház munkálataiban. Az út során átéltekről, valamint az alapítvány munkásságáról, illetve az önkéntes munka jelentőségéről beszélnek holnap 18 órától a ProArt galériában. Több labdarúgópályát közöttük egy 2500 férőhelyes stadiont épít fel Marosvásár közvetlen szomszédságában a Víkend telep mögött, de már Maros-Szentgyörgyi területen a Székelyföldi Labdarúgó Akadémia. A sport létesítményt azok a helyi klubok használják majd, amelyek megfelelnek a tulajdonos feltételeinek, mondta Szondi Zoltán, a Csíkszeredai Központú Akadémia elnöke. A hivatalosan Maros-Szentgyörgyi, ám gyakorlatilag Marosvásárhelyi sportbázis tervét mutatta be egy marosvásárhelyi sajtótájékoztatón Szondi Zoltán. Elmondta, bürokratikus akadályok miatt elhúzódó építkezésre kell számítani, de abban bízik, hogy legalább egy edzőpályát jövő nyártól már használatba tudnak adni. A tervezőnk szerint a telekre ezt a bázist tudjuk befértetni, ami jelent egy főpályát 2500 fős befogadóképességű tribünnel, és jelent három edzőpályát. Most én itt azt mondom, hogy egy füves edzőpályát és két műfüves edzőpályát, de lehet, hogy a nálam nagyobb szakértők azt fogják mondani, hogy két füves legyen, egy műfüves. Sokkal kényesebb kérdés, hogy ki is használhatja majd ezeket a pályákat, amelyek az akadémia alárendeltségébe tartozó FK Csíkszereda tulajdonában maradnak. Az akadémia eddigi alközpontjaként működő MSN néhány edzője ugyanis kivált az eddigi klubból, és hasonló névvel és klubszínekkel próbál új egyesületet alakítani, átcsábítva az MSE-től a gyerekek jelentős hányadát is. Szondi Zoltán tagadta azokat az információkat, hogy ő kezdeményezte volna a klubszakadást, és szerinte bárki használhatja a bázist, aki teljesíti a tulajdonos feltételeit. Ugyanakkor arról is beszélt, hogy az új egyesület létrejötte azok után merült fel, hogy nem tudott minden részletben kiegyezni az MSE vezetőségével, és a bázist az új egyesület is használhatja. No meg emellett természetesen az MSE is, ha teljesíti a tulajdonos feltételeit. Szerdán este elkezdődött Székelyföld kerékpáros körversenyének 13. kiírása. 18 csapat, 100 sportolója állt rajthoz. Sepsiszentgyörgyön a város utcáin az 5,5 kilométeres távot kellett teljesíteni. Városunk a körverseny második szakaszában érintett, amelyet augusztus 9-én pénteken tartanak. Az előzetes program értelmében a biciklisek déli 12 óra 10 perc és 12 óra 30 perc között Tekerőpatak irányából érkeznek Gyergyó-Szent Miklósra, majd a Kossuth-Lajos utcában tartott sprintet követően Gyergyó-Alfalu felé veszik az irányt. Az említett időpontban ezúttal is útlezárás lesz a főtéren. Idén is megszervezi a gyergyói labdarúgás ünnepét a Jövő FC. Ahogy azt megszokhattuk, az egykori B és C ligás játékosok visszatérnek a gyergyói gyepre, és az utánpótlás csapatok is megmérkőznek. Gyülekezővel, nemzetközi ifjúsági tornával rajtol idén is a gyergyói foci ünnepe augusztus 11-én szombaton. Az ifik már a reggeli órákban elkezdik a mérkőzéseket, és egész délutánig rúgják majd a labdát. Mint minden évben a gyergyői UFC megszervezi azt a foci ünnepét,
amelyet lehet egy foci találkozásnak is nevezni, hiszen ez egy olyan alkalom, amikor az öreg fiúk tudnak találkozni a jövő generációs gyerekekkel. Ezért is van az, hogy mindkét kategória úgymond szerepet kap. Reggel 9 órakor kezdődik a Jövő FC kupa, amelyet 3 korosztálynak szervezünk, a 2006-os, 2008-as korosztálynak, amelyik a keresztpályán fog zajlani a füvespályán, és a harmadik kategória az a 2009-es, amely a műfüvespályán fog zajlani. Ide többségében a zónánkból vannak csapatok meghívva. A szombat délelőtti megnyitó ünnepséget követően az öreg fiúk is felhúzzák a stoplist, és nosztalgia fociznak 10:30-tól, majd a helyi felnőtt csapat is labdába rúg. A megnyitó után lesz az öreg fiúk gála mérkőzés, és ezáltal lehetőséget adva azok öreg fiúknak, akik még mindig szeretnek labdába rúgni, hogy megtehessék. És ami még kiemelnék a rendezvényből, az a délután sorra kerülő felnőtt mérkőzés, amikor a VSK gyergyói csapat barátságos mérkőzés keretén belül megmérkőzik a Marosvásárhelyi MSE csapatával, amely szintén egy negyedik ligás csapat. A foci ünnepre mindenkit szeretettel vár a klub vezetősége. Ezúttal is egész nap működő büfé, tombola és jó hangulat várja a kilátogatókat, és természetesen a labdarúgásról szól majd minden a gyergyói stadionban. Lássuk még egyszer röviden a nap fontosabb híreit. A földutak karbantartása érdekében vásárolt útengert az önkormányzat. Beindult az élet az EMI tábor minden szegletében, színes programból válogathatnak a táborlakók. Egykori B- és C-ligás játékosok térnek vissza a gyergyói gyepre, és az utánpótlás csapatok is megmérkőznek a foci ünnepen. Reklám után a Hargita magazin következik, maradjanak velünk, ha tehetik, visszatartásra.